Oké, okay, sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Green Hell sorozata. És kell készítenünk egy ágyat. Ide is. Gyerünk! Úgy. Arról nem is beszélve, hogyha jó lesz, hogyha itt egy ilyen kis bázist össze tudunk ténylegesen hozni. Mert akkor lesz itt egy ilyen kis... Hopp. Te mi vagy? Én tudjátok, mit láttam? A mozgó vacsoránkat. Ebből vagy utóbb lehetett volna az egyébként. Várjátok, itt vannak még ilyenek. Sőt, itt van is egy ágy, nem is kellett volna összeraknom az ágyat, mindegy. Itt van egy ágy így összerakva, mint látjátok. De mindegy, akkor ezeket a banánfa leveleket fölvesszük. És ezeket elhasználom, és akkor ha minden igaz, összeraktuk az ágyat. Nagyon jó. Oké, okay, egy gyors kis fürdés. Sarat felvesz. Ja, ilyen sárházat, meg ilyen agyakházat is tudunk készíteni, meg ilyeneket is. Oké, okay, bemegyünk ide az eső alól. Azt hiszem így sikerül. Így. Oké, okay, mi kell? Szomjasak vagyunk, meg éhesek. Az éhségünket azt el tudom intézni egy pillanat alatt. Nézzük, hogy mi az, ami kezd lejárni. Ez két nap. Ezt át is rakom ide. Ezeket megesszük. A gombák annyira nem állnak. Ezeket a növényeket kell megennünk. Úgy, megesszük a húst viszont. Illetve egy banánt is. Hogy állunk? Nagyon jó, csak a szomjúságunk van, mert az a zöld. Ami a zöld, az nekem nincs meg feltétlenül, hogy micsoda. Szóval. Információk. Itt, zöld. A diók, a zsírok legjobb... zsír. Ó, zsír. Szóval a dióval azt akkor vissza is kapjuk. Nagyon jó. Meg a hússal is persze valamennyit visszakaptunk. Jó, most jók vagyunk egy darabig. Szerintem akkor alszunk egyet. Láncsával a kezemben. Minden alvásnál úgy érzem, hogy nem fogok fölkelni. És végig aludtuk az egész éjszakát. Oké, okay, játék mentése. Puff. Játék elmentve, nagyon jó. Készen állunk mindenre, ez hogy áll? Nyers, hát nem olyan jól. Oké, okay, amire szükségünk van? Mire van szükségünk? Nem lenne rossz, hogyha tudnánk készíteni egy tűzhelyet. Csapda, az se lenne rossz. Nincs bejegyzés. Kicsi tűzhez. Kőgyűrű. Keret, bambusz keret. Nincs benne jegyzés. Bambusz fal, alacsony fal. Fajtónyitás, viskó. Jaja, ezek jó pofa dolgok. Oké, okay, készítsünk egy keretet. Valahova. Lehet ide kéne. Ide. Úgy, hogy itt kiírtok mindent. Így. Hát mondjuk lehet, hogy nem úgy kéne, hogy a botjainkat meg az ilyeneket elveszítem. Gyere arrébb. Bot. Gyere arrébb, hosszú bot. Te is kelleni fogsz. Ezek mind kelleni fognak nekünk előbb vagy utóbb. Most parázok, mert nem tudom, hogy a Jaguar mennyi időnként tud lejönni. És nem tudom, addig észrevettétek el, de eléggé olyan lopakodva jön. Hogy ezek egyébként... Ó, valami van rajtunk. Valami van rajtunk. Ha, jó, igen. Átkozott piócák. Azok így nagyjából így szívják le ezerrel a tűrőképességünket. Ott az már nem bírjuk elrakni. Jó, nézzük meg hát, hogy most már jobban be tudom helyezni ezt. Hangok. Keret, nem. Nem, még mindig nem. Oké. Okay. És mi van, ha máshova helyezzük? Mondjuk így ide. Ide így. Jó, így lesz. Persze, hogy esik az eső. Folyamatosan szakad az eső. Adom egyébként ott a távolban, nem tudom mennyire látjátok. Most már nem látszik. Ott volt a zöld gomba. Oké, okay, kell nekünk. Rönk. Pa.
Úgy né. Konkrétan nem látok semmit, szóval várunk egy picit. Oké, kezd fölkelni a nap, és gondolkodtam, mi lenne, hogyha ide raknánk a keretet. Ezt a keretet, és ilyen falakat tudnánk elhelyezni, és csak erről lehetne bejönni. Itt is ilyen fal lenne, itt is fal. És hát remélhetőleg, hogyha esetleg valami jön, tudjátok, egy jaguár, vagy nem tudom, egy mutáns emberevő lény, akkor, hogy is fogalmazzak, nem tudna olyan könnyen megtámadni minket. Viszont kelleni fognak még rönkök nekünk. Amit hát akkor ezt a fát innen ki fogjuk vágni. Ezt meg akartam hagyni, mert ez ilyen jó kis lián lelőhely nekünk. Ó, ezt a fát nem is tudjuk kivágni. Vagy ezzel az eszközzel nem lehet kivágni. Aha. Jó, hát akkor kénytelen vagyok kicsit távolabb menni, és elkezdeni máshonnan vágni. Szerencsére itt találtam a földön két rönköt itt. Valami van itt. Hallom a hangját. Oké, spoiler gyerekek. Itt szokott mászkálni ezen a ponton errefelé egy pók, vagy nem is tudom minek nevezzük, szerintem egy pók az. És az is, ha megcsíp, akkor az is megfertőz. És már van ilyen dohány növényünk, hogy ezeket így elintézzük, ezt a problémát. De azért nem lenne rossz, ha mégse ütköznénk bele. Ó, itt volt egy rönk. Nagyon király, akkor még sincs szükségünk még egy rönkre. Ellenben azok viszont hosszú botok lesznek. Hosszú botok, ja. Egy darabunk van. Ami azt jelenti, hogy mindenképp el kell mennem valahonnan gyűjteni még. Ha csak itt nem találok hirtelen. De nem úgy néz ki, mintha itt lenne. Ó, itt van még egy rönk. Meg pálma levelek. Állati ürülék. Jaj. Az nem tudom, mire lesz jó nekünk. Nem tudom, a disznók meg tudnak-e támadni minket, szerintem igen. Ha nagyon piszkáljuk őket, szerintem ők is megtámadnak. Jó, akkor most a rönköket visszavisszük, ha már ennyit találtunk. Mert most akkor van így három rönkünk itt, valamire a jövőben. Már megint az a hüllő ott, ami ott fut, nézzétek, ott. Az folyamatosan megijeszt. Hallom a hangját, és nem egyértelmű számomra, hogy honnan. Na, hosszú botok. Hosszú bot 2. Még mielőtt viszont visszaindulnánk. Ledobom a hosszú botjainkat. És ezt kiütjük. Így. Hogy nagyon jó. Kettő hosszú bot? Kettő hosszú bot. Megörülünk. Ez négy hosszú bot, azt hiszem ennyi is kell. Azt hiszem nem kell több. Szerintem van minden ilyen veszélyes lénynek egy ilyen spawn pontja egyébként. Ott van megint az a hüllő. Oké, ezt ide ledobjuk akkor. Úgy. Tudod, le foglak vadászni, hallod? Le foglak vadászni. Így pláne le foglak vadászni. Jesus Christ. Csak nem mellé dobtam. Gyere ide. Gyere a lánycsám alá. Úgy. Figyeljetek. Ingyen kaja. Iguána. Na, ide-vissza is jövünk, és le is dobjuk ide. Nagyon király. Ezek a húsok nagyon nem akarnak kiszáradni. Ott van egy olyan. Egy tapír. Na, ez a váz elkészült akkor. Fafal, bambuszfal, hosszúbot. Ott 9 darab hosszúbot. Elment a józan eszed?
Akkor alacsony falakat fogunk használni. Mi van még? Fa ajtónyílás. Ez nem kell nekünk feltétlenül. Oldalsó ajtónyílás. Viskó. Pálmaleveles tető. Pálmalevél vagy banánlevél legyen. Legyen inkább pálma. Legyen pálma leveles. Szerintem több van nekünk. Úgy. Igen, és akkor még kell nekünk egy ilyen alacsony faloda. Erkély. Létra. Jó dolgokat tudunk majd készíteni. Jó. Hát megint csak egy csomó hosszú botra lesz szükségünk. Tudjátok, mint megint mentek. Megint mentek, a fene vigye el. Addig mentsünk, amíg itt van lehetőségre. Na az legyen, hogy elvesztem az előrehaladásunkat. Itt egy hosszú bot. Nagyon király. Esetleg véletlenül nem találok még egyet így errefelé? Még egy hosszú bot. Jó, ez megvan. Még egy kell. Még egy kell. Ha. Szóval botjainkat újra gyűjtöm. Köteleinket is. Így né. Ezt felvesszük, ezt a száraz levelet. Ezt nem tudjuk kinyitni. Szerintem nem is tudom, mi kell hozzá, hogy ki lehessen nyitni. Cs-cs-cs-cs. Néjeszteges. Ezt kiütjük. Ha valami baj van azzal a játékkal, hogy ezt játszom, az talán az egyébként, hogy próbálok csöndbe maradni, hogy a beszédem ne mondja el, ne nyomja el az esetleges ilyen hangokat. Ebből meg tudom állapítani, hogy jön-e valami. Oké, mi kell? Mit választottunk? Pálmalevelet választottunk. Oké. Végül is őszintén szólva, ezek is pálmák. Ezt ki tudjuk ütni? Ezt itt. Ezt nem úgy tűnik. Ez sem. Ezt viszont igen. Lehet ezeket is ki tudjuk? Nem. Ne, tört az eszközöm. Egyébként nagyon megijedtem, ahogy mondta, hogy oh no. Pedig annyira nem is nagy dolog, hogy eltört. Annyira nem vészes a helyzet. Tudunk készíteni újat. Oké. Kezdjük azzal, hogy készítünk egy újat. Lassan kiszáradsz. Well, that's a problem. Well, that's a problem. Tudom, mivel tudnánk megoldani a vízhiányunkat. S rájöttem. Ezek mondjuk nem rosszak. Ez egy megoldás például. Csigák. No, bad idea. Ja, ebből csak fehérje van. Ah. Jó, tudjátok, mit kell szereznünk? Van az a kis teknős-szerű lény. Nem teknős, hanem valami más a neve. És ilyen, így nagyon elsprintel előlünk. A lényeg az, hogy abba tudunk vizet tárolni az ő ilyen kis cuccában. Viszont, térjünk vissza arra, amire szükségem van még. Ilyen pálmafelevelek kellenek még, jó. Ja, nem tudom, miért álltunk meg abban, hogy ezeket gyűjtsük. Egyrészt már szomjan halunk, másrészt azért, mert kőre van szükségünk.
Most már, na. Most már, ha minden igaz, most már még jobb állapotban kapjuk meg. 40%, ja. Lassan már a fele. Na. Valahonnan szerzünk. Az, az jó nekünk. Jaj, nem. Oké, ezt nem így kell elkapni. Gyere velem. Azt hiszem, ebben is tudunk tárolni vizet. Vagy ebben tudunk, és benne nem. Várjatok. Megoldjuk. Azt hiszem, így kell. Igen. Tiszta víz. Mennyire vagyunk szomjasak? Annyira nem vészesen. Jó, akkor majd kiisszuk később. Illetve majd szerzünk még ilyet. Mert hogyha sokat össze tudunk gyűjteni, akkor lesz elég vízünk jóformán. Jó, eddig messze jobban teljesítünk, mint a második részben egyébként. Lassan így meg is van az ilyen kis kezdő kis otthonocskánk. Iszonyat sok pálmalevél kell ebben a játékban ehhez a dologhoz. Oké, valami, ami kezd megrobbanani, ezek. Együk meg. Nem lehet valahogy gyorsan megenni? Ne kelljen így jobb klikket végig húzogatnom rajta. Jó. Nagyon jó, ebből meg szénhidrát van. Ja, az ugyanaz, amit eddig neveltünk. Jó, mindegy, meg vagyunk rendben, a húsra lesz majd szükségünk. De remélhetőleg... ezek nem fognak kiszáradni soha az életbe. Kéne egy tetőt építenünk... Ó. Kéne egy tetőt építenünk fölé, mint ahogy itt is van. Mint ahogy oda is építjük éppen. Jó, oké, és kell még pálmafa levél nekünk. Amit erre hagytunk, egy párac. Nagyon jó, még az egész sokat. 5 darab az egész sok. Hogy állunk időbe? 18 perce veszem fel ezt a részt. Nem haladunk túl gyorsan egyébként a úgy overall a történetekkel. Nagyon király, ez is kész van, tudjátok mit? Akkor ebben az esetben most, hogy azzal megvagyunk. Nem állunk a legstabilabb lábad, azt kell mondjam. Várjatok, nem tudunk esetleg még valamit elkészíteni, ami hasznos lehet a számunkra? De tudnánk dolgokat készíteni, állvány, kötelek. Ebből tárolhatnánk ilyen dolgokat. Újat is lehetett volna építeni, kunyhó menedék. És akkor abban tudnánk menteni, és aludni is egyben egyébként. Állvány botok, állvány, állvány, állvány. Nagy ültető doboz. Szárító, ez kell nekem. Nincs valami kisebb bambusz szárító. Bambuszunk az nincs. 7 hosszú bot. Csonthorog, az viszont van nekünk. Ide így berakhatnánk. Így. Jó, ezt megcsináljuk. Hosszú bot kell hozzá. Pretty sok, de nem baj, ha ezt megcsináltuk. Au, szegény állatka. Ha azt megcsináltuk, akkor meg tudjuk szárítani a húst úgy, hogy az eső miatt nem lesz mindig nedves. Tehát pont azért nem készülnek el azok a húsok ott, mert az esőn vannak. És nagyon sokat esik itt az eső. Nincs hely a hátizsákban. Jó. Akkor mindjárt csinálunk helyet. Valahogy tudnánk egyébként csontpáncélt készíteni. Majd arra visszatérünk szépen előbb vagy utóbb. Milyen szépen épülnek oda föl. Dőlj le. Nem dőlj le. Na mindegy. Oké. Mi kell nekünk? Hosszú bot. Hosszú botok. Én mondom vagyok erre, azért viszonylag biztonságos még az út. Merre dölt el.
tudom merre dobta a hosszú botunkat, ha dobott egyáltalán. Pedig biztos dobott a másik, dobott kettőt, akkor ez biztos dobott egyet legalább. Elvitte a víz, ne csináld már. Simán lehet, hogy elvitte a víz. Oh, fene vigye el. Itt van egy. Nagyon jó. Akkor erre dölt el, nem a másik irányba. Itt van. Jó. Ez már 4. És pont annyi kell nekünk? Nem. Tökre nem. Tökre nem. Tökre nem 4 kell. Vízi disznóhús. Tudjátok, mi kéne még nekünk viszont? Egy tűzhely. Egy pici tűzhely. Így. Ide berakjuk. Így ne. Illetve... Aha, jó, akkor nem. Fordítva csináljuk. Ja, jó, olyan hangja volt, mintha lebontottam volna a fölöttem lévő részt is amúgy. Jó, egy tűzgyűrűt építünk. Nem tudom, minek kell. És akkor belerakunk egy ilyet. Kicsit bele tudok forgatni? Forgat. Így. Picit beleforgatunk, hogy ne ugyanúgy nézzen ki mindig. Nagyon jó. Jó, nincs több fánk. Itt van még egy. Úgy, gyere ide. Úgy, ne. Ezt barkács ivás. Megittuk. Elvesz. Valamit tudunk belőle készíteni. Kókuszkulacs. Nagyon király. Viszont azt hiszem... Így. Nem. De, ez jó nekünk. Ebből ki kell lenni belőle. És akkor utána lesz ilyen csak sima víztározós. Mi kell még nekünk? Elég sok minden. Hosszú botra van szükségünk feltétlenül viszont. Elsősorban. Na, nyugi. Szóval játék nem tudom miért akad be egyébként, amikor pát vágok. Így né. Ennyi elegendő is lesz. Kettő darab. Ilyen kezdünk nagyon álmosak lenni egyébként. Szóval remélem ezt még be tudjuk fejezni. Kötelek. Ebben nem lesz elég. Ellenben viszont a kötélből jók vagyunk, mert itt van egy csomó itt a földön. Ugye abból az időszakból, amikor itt vágdosnám a fákat, illetve egy csomó botunk is van, szóval remélem azt egy jobb felhasználásra majd el tudjuk helyezni. Mint sem, hogy itt a földön vannak, az kész. Így, ne. Ide gyere szépen. És egy csomó bot kell ide, illetve azok a horgos dolgok. Mi? Várjál. Kicsi bot. Jó, kicsi bot kell hozzá. Jó, ha kis bot kell hozzá. Itt van még egy rönk. Ez jó lesz nekünk későbbre. Tudom, hogy össze tudnám törni, és akkor ebből lehetnének kisebb botjaink. De nem akarom összetörni, mert hogyha később kelleni fog, akkor jó, hogyha van. Vagy mindjárt esetleg ilyen izéket, ilyen botokat fogunk összetördelni. Mert ebből viszont most van egy piszok sok. Így ne. Most a kicsi botjaimat töröm szét. Mert a nagy volt ott biztos, hogy... Jó. Kezdtem megijedni. Oké. Okay. Mentünk egyet. Mindjárt befejezem egyébként a videót, de attól függetlenül már rég mentettem érzésre. Szóval biztosabbnak érzem, hogy mentünk most egyet. Még egy kéne. Úgy. Gyere szépen. Nagyon jó. És ha minden igaz... kötél. Ennyi kötél kell hozzá. Azt a mindenit. Jó. Nem baj. Minden épület olyan, mint hogyha egy, nem tudom, egy ilyen... Mint egy épületet építenél egy másik játékba konkrétan. Annyi minden kell hozzá. Egértest. Hát veled mi lett itt? Nem rémlik, hogy én hagytalak volna itt.
kis botokat gyűjtögetünk még. Kötél. 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 Itt van egy nagy ilyen is. Ezen nincsenek új kötelek, jó. Még kötél. Kis bot. Kötél. Kötél kell. Kötelet. Adják kötelet, játék. Állati ürülék, gyere velem. Nem tudom, mire leszel jó, de hát később jó leszel valamire. Azt hittem ad egyébként egy tervrajzot vagy valamit. A farönköket felvesszük. Kötél. Úgy nem. Azt spuri visszafel, azt hiszem itt volt valahol még egy farönk. Kezdünk álmosak lenni. Itt van még egy farönk. Na, a farönköt. Léci. Ó, mindegy akkor. Mindegy akkor, akkor így marad. Jó, megint a piócák ránk másztak. Nem. Hopp, ott van egy. Jó, ennyi volt. Viszont egy gyors mosdást be kell dobnunk. Disgusting. Ugh. Fucking hell. Nem ezt akartam. Paraziták. Valamivel ki lehet írtani a parazitákat, de nem rémlik, hogy mivel. Ami az a baj, mert kaját visznek el tőlünk. Gomba. Gombára lesz szükségünk. Jó, a következő részben a parazitákkal foglalkozni fogunk. Nagyon jó. Nincs csonthargunk, viszont ezt megesszük, úgy. Viszont illetve, és ezt ki is dobjuk ide. Ez halcsont, jó, az nem az lesz, várjatok. Lehet, hogy csontból lehet. Valahogy a csontból tudunk csonthargot készíteni. Másikkal. Jó, nagyon álmos a karakter. De ne vigyel. És hogyha ide rakok egy ilyet, ez nem segít, és hogyha egy ilyet, horog. Ez lesz az. Ez kell nekünk. Ebből kell még. Három ilyen csonthorog kell nekünk. Ez micsoda? Macska fog. Király. Ezt kíváncsi vagyok, mire lesz jó. Ez nem csonthorog, ez csak horog. Fek. Jó, okés. Be akartam fejezni még ebben a videóban ezt a dolgot, de nem leszek kész vele. Elemben viszont azt hiszem ezek... Ezek azt hiszem jók a izénkre. De lehet, hogy ez nem az a fajta. Nem, ez nem a parazita elpusztítós gomba. Egy másik fajta gombára van szükségünk. Jó, hát figyeljetek, a következő részben folytatjuk. Azt hiszem ebben a részben már nem jutunk oda, hogy bármit is elérjek. Ja, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, amíg nem tetted meg, és nézz körbe, hát ha találsz mást, amit szívesen megnézni. Sziasztok!